Nem tudom, hogy ilyenkor karácsony közeletével több dolgotok van, vagy kevesebb, mert nem titok, és ezt a műsorokból nyilván észrevették a kedves nézők, hogy egyre több jótékonysági koncert, jótékonysági gála, jótékonysági ünnep van országszerte, és ahogy a korábbiakban is elhangzott, hála Istennek az utóbbi 5 évben, 6 évben, 8 évben egyre nagyobb az igény erre, most nem csak azokra gondolok, akik kapnak, hanem azok részéről is, akik adnak. Na most ti azt hiszem, hogy egy kicsit speciális helyzetben vagytok, kedves kolléga úr, majd mindjárt megválog, világítod itt a helyzetet, mert ez egy olyasfajta cél és egy olyasfajta munka, amit mindenki mosolyogva fogad, de nagyon komoly. Azt hiszem, hogy most tiéd a szó, mert az alaptörténettel világítsd meg a dolgot. Igen, az történt, hogy jó néhány héttel ezelőtt rendeztek egy UEFA Bajnokok Ligája kupa bemutatót, amikor hát gyakorlatilag az összes UEFA tagállamban körbeviszik, körbehordozzák, hát nem tudom, véres kardot, magát tényleg a kupát, hogy kézzelfoghatóan mindenki láthassa. Megérinteni nem lehet, de fotózkodni lehet a kupával egyébként, úgyhogy az újságíró válogatottat is meghívták erre az eseményre. Ez a Városligetben volt, nagyon szép számú érdeklődő előtt. Mi is készítettünk természetesen fotót a kupával, sőt, hát volt egy kitűnő futballista, Marcel Desailly, aki nagyon sokszor 124-szeres francia válogatott futballista, és nek az egyik kedvencem egyébként. Nagyon jópofa, helyes fiú egy tényleg, mert abszolút közvetlen volt ott is. Mondtuk, hogy szálljon be hozzánk a játékba. Azt mondta, hát nincs úgy öltözve. De szerintem még úgy is jó lett valami öltönyben. Na, tehát a lényeg a dolognak az, hogy ez egy jótékonysági rendezvény is volt egyúttal. Egyúttal csak azért, bocsánat, hogy félbeszakítalak. Egy másik műsorban én erről mondtam két mondatot, hogy a kupát a Hősök terén meg lehetett nézni. És nagyon sokan elzarándokoltak oda, tényleg fotózkodtak, és nem szám szerint és név szerint kérdezem, de azért nem 16-an voltak ott, hanem azt hiszem, hogy 100-nál is többen. Nagyon sokan voltak, és az egyik bank támogatta ezt, amelyik egyébként a Bajnokok Ligáját is támogatja. Igen. És ők ajánlották föl, hogy rendezek egy tornát, ahová megkívják az újságírókat, a rockzenészeket, a színészeket, tehát 4 csapat volt, a 4 sportolókat, és mindenki kapott bizonyos összeget, mi 200.000 forintot a harmadik helyjel, és ezt ajánlhattuk föl valakinek, akik a gyerekekhez kapcsolódnak, ez volt a kikötés. És ekkor jött az, hogy a magyar bohóc doktorok a betegekért, ugye alapítvány, mert gyerekekkel kezdtétek, aztán ma már a felnőttekkel is foglalkoztok, de ezt majd elmondott. Arra gondoltunk, hogy akkor nekik ajánljuk föl, mert az volt nagyon nemes az a szándék, meg cselekedet, amit ők tesznek. Akkor tulajdonképpen, amikor beszéltünk, én először arra gondoltam, hogy és mikor te is mondtad, hogy jön velem egy bohóc doktor, hát most én először arra gondoltam, hogy tényleg egy bohócnak öltözött doktor, vagy egy bohóc doktor jön, de hát nem biztos, hogy most itt a stúdióban olyan jól mutatna éppen egy vörös orr és egy fonendoszkóp a nyakadban esetleg. Bár egy náthás idő a vörös orr az ember van. Igen. Na, de szóval én először, mielőtt még erre visszatérnénk, azt kérdezem tőled, hogy tulajdonképpen a bohóc doktorok, és elég régen benne vagy ebben, mikor kezdték ezt az áldásos tevékenységet, és hogyan, hol? Igazából a bohóc doktorság, amit legalábbis az a fajta tevékenység, amit a mi alapítványunk, a Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány csinál a kórházakba, ezeket a bohóc doktori viziteket, ez Hunter Patch Adams nevéhez fűződik. Nekünk van tőle egy meghatalmazásunk, hogy az ő munkáját továbbvéve Magyarországon ezt mi használhatjuk. Ő kicsoda? Hunter Patch Adams volt az, aki 40 éves korában rájött arra, hogy sok hülye létezik a világban, és ezeket valahogy egy kicsit kordába kéne tartani, és elvégezte az orvos egyetemet 40 évesen. Igen. Majd utána egy szigeten, Amerikába felépített egy kórházat, ahol az volt a kikötés, hogy az ottani orvosok, akik szeretnék gyógyítani az embereket, csak bohóc ruhába, és bohóc orrba, és bohóc cipőbe jelenhetnek meg, mert az ő elmélete az, hogy először a lelket kell gyógyítani, és utána jöhetnek a gyógyszerek. De hogyha a lélek nem kívánja a gyógyszereket, akkor nem biztos, hogy kell, hogy jöjjön.
Hát már majdnem homeopata volt. Nem akarom elviccelni a dolgot. Igen. Szóval innen indult. Igen. Tulajdonképpen az egész onnan indult, hogy amikor ő rezidens korában foglalkozott itt az orvostudománnyal, akkor volt egy ilyen összehívás a rezidenseknél, és ott mutatták a betegnek, hogy a bütyke, mikor, milyen szép nagy bütyke van, hogy le fogjuk ezt majd vágni. Uh-huh. És akkor így mondta a főorvos a dolgokat, és akkor mondta, hogy van valakinek kérdése? És akkor a Pecsedemsz megkérdezte, igen, nekem lenne, parancsoljon, hogy hívják a beteget. Nem az a lényeg, hogy hogy néz ki a bütyke. Értem, azt hiszem, hogy ez nagyon jó, ez teljesen megvilágította a dolgot, de még nem adom vissza neked a szót, hanem így indult tehát. És te mióta vagy ebbe benne? Én 2000-ben alakult az alapítványunk, uh-huh. és tulajdonképpen 16 éve csinálom ennél az alapítványnál ezt a tevékenységet. Előtte 4 évvel egy másik alapítványnál csináltam, mert igazából a program az 1996-ban kezdődött Magyarországon. Csak aztán az az alapítvány az más útra, szakmai szempontból más útra tévedt, amit én nem fogadtam el, és ezért egy orvos barátommal alapítottuk meg a jelenlegi alapítványt, ahol mint kuratóriumi elnök és művészeti vezető vagyok. És szóval én a Pecsedemsz útját gondolom, mert én úgy gondolom, hogy egy bohóz doktort ne azért jegyezzem meg a beteg gyerek, majd ha visszagondol a betegségére és már egészséges, mert kaptam tőle egy bohócórot vagy egy csokoládét, hanem azért jegyezzem meg, hogy akkor, amikor én küzdöttem a rákkal, akkor odajött hozzám és olyan erőt adott, hogy én legyőztem a rákot. Igen. Ez a mi hivatásunk, én úgy gondolom. Aztán mellesleg lehet adni adományt, meg lehet adni ajándékot, persze, meg mindent lehet adni, de először a lelket kell rendbe tenni. Mindjárt visszatérünk, de egy kicsit a sport és a foci. Egyáltalán hogy jutott eszetekbe? Mert mondtad, hogy ugye nemes célra felajánljuk ezt az összeget, vagy de miért? Tudjuk, szeretjük a gyerekeket, meg egyáltalán, de miért éppen ők? Jó, de jó, ezt én is megkérdeztem volna. Nagyon egyszerű. Régóta figyelem már azt, hogy léteznek a bohozdokik. Nekem is van 3 gyerekem egyébként, de akkor még nem voltak, mert ők már nagyobbak. És arra gondoltam, hogy amit ők tesznek, meg hallottam is róluk, amit ők tesznek, az, hát amit itt hallottunk igen, is. Igen. Ez olyan szintű lélekből fakadó tevékenység, amit... Ráadásul művészekről van szó, mert mindannyian művészek. Én azt gondolom, hogy ezt a tevékenységet mindenképpen egy, támogatni kell, kettő, hírt kell adni róla. Tehát mi, újságírók, azzal tudunk segíteni a leginkább, hogyha hírt adunk róluk, hírt adunk arról, hogy mit csinálnak, és igen, hírt adunk arról is, hogy aki tudja, támogassa őket. Ha kell csokival, mert éppen ilyen akció van most, ha kell pénzzel, ha kell másmilyen módon, esetleg majd elmondott Böjte atyát is, mert ugye ő is segít nektek. Szerencsére nagyon sokan vannak. Én voltam bent egyszer, pont a diátadásnál. Azt kérte, hogy ott adhassuk át a kórházban, a Heinpál kórházban. Hát meghatódtam, megmondom őszintén. Már az is óriás volt, ahogy várták a gyerekek, mert tudták, hogy jönnek. És amikor ott megjelentek ketten, akkor felpestült az élet, és a beteg gyerekek, a felnőttként is tudjuk, hogy milyen borzasztó dolog a kórházban feküdni. Ráadásul egyébként nem annyira rossz az állapota a Heinpál kórháznak, de felújítások lesznek. Tehát a lényeg a dolognak az, hogy nagyon várták is, hogy ahogy bántak velük. Hát egy felnőttként kezelték őket. Tehát nem ez a megsogatjuk a kis búcsidat. Igen, igen. Nem. Volt egy kínai kislány, nekem nagyon megmaradt. És ugye nehéz ám, lát egy kislány, vagy egy kisgyerek egy bohócot, hogy mit kezd vele, és ahogy oda mentél hozzá, ahogy elkezdtél kommunikálni vele, ahogy az anyukát is bevontad, aki nem tudott annyira jól magyarul, mint a kislány. Te megtátott szájjal nézted. Igen, és a nevet, ugye a nevét kezdted el, és a nevűre kezdtél el játszani, és így fogtad meg őt, és egy ilyen 5-8-10 perces kis műsort csináltatok gyakorlatilag, és a kislány tátott szája is. És én biztos vagyok benne, hogy gyógyult. Ugye? Hát ezt most jól elmondta helyetted, de semmi de baj, én hanem... Mint kívülálló, persze. De azért igen. Az, hogy megfogalmazódik ez a nagyszerű, gyönyörű gondolat bennetek, hogy tényleg nemes célra a gyerekeknek, illetve a bohózdokiknak felajánljátok a pénzt,
ez nyilván egy közös döntés, szóval egy kicsit áll kérdés ez, hogy a többiek és a csapat és a kollégák hogyan fogadták, amikor kiderült, hogy éppen ide megy ez. Egyetértek mindenki. Tehát aki döntés helyzetben van, mert nyilván itt is van egy vezetőség. Ezért kérdezem. Igen, tehát mindenki egyetértett. Abszolút nem is volt vita. Semmilyen kérdés nem volt. Mindenki elfogadta. Az ötlet az ennyi volt, de nem volt más ötlet. Annyira jónak tartották, hogy... hogy akkor nem is kellett semmi más. A gyakorlati munkáról beszéljünk egy kicsit. Mert itt már úgy érintőlegesen megvolt, hogy például ezzel a kis kínai kislánnyal hogyan sikerült beszélni, és hogyan köszöntél neki, hogy nyihao, mert ugye hát az a szia. De itt nem csak a kínaiakat, hanem egyáltalán a gyakorlatban hogyan zajlik a munkátok, hogyan választjátok ki azt, hogy éppen kihez mentek, és mikor? Rendszeresség, ez nagyon fontos. Rendszeresen végezzük a viziteket, hétfőn és csütörtökön a Helypán kórházban, mivel elég nagy kórház, ezért egy délután nem tudjuk az összes osztályt végigjárni, ezért oda két napot szántunk, és hétfőn csütörtökön ott vagyunk. Szerdán az a keményebb munka, mert akkor a kettes számú gyermekklinikán, Tűzoltó utcában tevékenykedünk, és ott ugye a hematológia, meg onkológiai osztályokra járunk. Ezek a gyerekek több időt is igényelnek, meg a szülők főleg, tehát az keményebb dolog, és keddenként a Székesfehérvári Szent György kórházba járunk le. Most jelen pillanatban anyagi helyzetünk ennyit enged, hogy ebben a három kórházban heti 4 alkalommal, hétfőtől csütörtökig végezzük a tevékenységet. A kérdésre válaszolva, hogy szakmai szinten hogy működik, hát úgy működik, hogy a Bohóz doktornak ugye egy perce van, hogy megszerettesse magát, vagy elfogadtassa magát. Igen. Most ez egy nagyon tévhit. Hát ez a fajta kapcsolatteremtés. Igen. Egy perc alatt. Vagy sikerül, vagy nem. Igen. De általában olyan Bohóz doktorok dolgoznak nálunk, hogy sikerülnie kell. Tehát nem szabad föladni, mert a gyerek se adja föl. Ő is a 18. kemó után is bizakodik, igen, tehát nem adja föl. És nagyon sokat tanulok a gyerekektől, pontosan ezt az erőt, ezt a harcot, az fantasztikus. És igazából arról szól a dolog, hogy nagyon sokan az utóbbi időben félnek a bohócoktól. Igen, én csak egy pillanatra szakítalak meg, és erről mostanában az utóbbi hónapokban nagyon sokat lehetett hallani és olvasni is, hogy egyrészt félnek a bohócoktól, és most már előfordult az is, hogy például, és azt hiszem ez egy Egyesült Államokbeli példa is volt, már a Mikulástól, meg a Krampuszoktól is, és volt olyan, hogy például az utcán megjelentek a bohócok, és most nem arra gondolok, hogy bohócnak álcázott bűnözők kirabolnak egy bankot, hanem sokszor tényleg úgy nézett ki, mintha fenyegetnék az utcán járókat. Na szóval már is a gondolatot tudod folytatni. Pontosan erről van szó, éppen az egyik rádiónak adtam ebből interjút, mert megkérdezték tőlem, hogy mit szólok ehhez. Ezek nem bohócok. Ezek ilyen beteg emberek, így nem van. Tudok mást mondani, kisminkelik magukat iszonyúan, tehát ilyen horrorisztikus sminkeket tesznek magukra, és ez a szórakozásuk, hogy kimennek az utcára, igen. Bécsbe is már, igen, be, igen. Már van, és ijeszgetik az embereket. Meg aztán ugye azért a médiát is most nem akarom bántani, felfújjuk, de igen. Igen, a média is elővette ezeket a horrorbohócokat, ugye, csak a bohóc az csak rossz, és akkor az úgy, ahogy említetted, neki megy a banknak és kirabolja a bohóc jelmezbe. Hát, jó és rossz bohóc is, bocsánat. Igen, ja. Igen, de most inkább átesett a másik oldalra. Na, szóval akkor térjünk vissza oda. Igen, hogy mindenki azt hiszi, hogy kisminkeli magát, fölvesz egy bohócorod, megcsinálja a bohóc jelmezt, bemegy, és ez teljes siker a beteg gyereknél. Nem igaz. Nem. Nem igaz. Mert hogyha úgy megy be, mint ahogy említette, hogy az utcára kimegy és ijeszget, akkor a gyerek meg fog ijedni. Igen. Tehát kell egy kisugárzás rögtön az első pillanatban. Igen. És hogyha ez a kisugárzás szíven találja a gyereket, akkor utána mindent elfogad a gyerek. Tudsz-e olyan példát, mert ahova visszajárók vagytok, ott természetesen is mondtad is, hogy a gyerekek már várják a bohóc doktorokat, de ahova, és most az első benyomás, ahova először mentek, és a gyerek annyit tud rólatok, hogy jó, majd jönnek bohóc doktorok, vagy még annyit se. Szóval az első pillantás általában a gyerekeknél az most az ijegység volt, visszautalva az előbbiekre, vagy pedig a csodálkozás és a várakozás?
mivel mi improvizatív, tehát van azért a tarsolyunkban dolog, hogyha hát hirtelen nem jut eszünkbe valami, de általában improvizatív a tevékenységünk, ugyanis én amikor elkezdek kisminkelni a kis szobámba, aztán utána elindulok a kórterembe, én nem tudom, hogy mi fog engem fogadni. Hát ez az, ezért kérdezem. Nem tudom, hogy milyen gyerek. Tehát most én kitalálom azt, hogy énekelni fogok a gyerkősznek, aztán kiderül, hogy azért van benne süket. Akkor semmit nem tettem. Vagy éppen a nem lát, mert a szemével probléma van, akkor nem kezdek el neki mozgásos dolgokat. Tehát ez ott akkor abstrakt kiderül, de hogy válaszoljak a kérdésedre, ez engem végig érdekelt, hogy egy percen belül hogy lehet az megnyerni. És aztán egyszer csak így külsős segítségre jött egy ötlet, hogy annyi volt az egész, és kézenfekvő, hogy a gyerek meg volt szeppenve, anyuka szintén, tényleg életükben nem is tudták, hogy itt vannak bohócok, meg ilyesmi. És megláttam, és mondom, hogy elnézést, bejöhetek egy picit. És akkor anyuka mondja, hogy persze. És egyet léptem a kórterembe, majd utána visszaléptem, mondom, köszönöm szépen, ennyi volt. Ez és erre anyuka is felnevetett, igen, a gyerek is felnevetett, hogy de, jöjjön be, maradjon itt tovább, igen, és már hívtak be. Hát tulajdonképpen azt hiszem rokon szakma, mert pontosan neked is, mint újságírónak, szóval az, hogy az első benyomás, és egyáltalán megtalálni mondjuk most a riportalannyal azt a hangot, hogy ne görcsöljön, hanem tényleg tudjunk beszélgetni, az is egy ilyen dolog. Na most arra nem gondoltatok, hogy esetleg a következő ilyen jótékonysági futballgálára a Bohóc Dokikból összeállítatok egy csapatot, és meghívjátok őket? Nem rossz ötlet. Fociztok? Abszolút. Én összeszedem a csapatot. Igen, csak akkor nem abban a nagy cipőben, mert abban mondjuk focizni nem lehet, hanem akkor legyetek engedékenyek, hogy akkor tényleg sportcipőbe jöjjenek a bohócok. De, hát, de egyébként én már futballoztam Bohóc cipőben. Tényleg? Igen, mert a, na, gyerek, ellenük. A beteg gyerek születésnapján ez volt a beteg gyereknek a kérése, hogy álljak be hozzájuk focizni, de teljes bohóc szútba. És beálltam. Hát azóta kellett egy másik bohóc. Még egy dolog. Most nem csak a beteg gyerekek és a szülők, hanem egyáltalán a kórházi személyzet, beleértve az ápolónőktől kezdve, mindenkit és az orvosokat, hogyan fogadták, illetve hogyan fogadják a bohóc doktorokat. Elnézik, szeretik, kívánják, nem kívánják. Mi a tapasztalat? Hát 2000-ben, amikor mi ezt az egész cirkuszt elkezdtük, akkor pontosan ez volt, hogy jaj, ne, van itt elég cirkusz, nem hiányoznak a bohócok, nem, kér, köszönjük. És a Heinpál kórházba kezdtük a tevékenységet, és az akkori főigazgató, Schmerz Ervin azt mondta, hogy önálluk demokratikus jogok vannak. Tehát igen, ő nem erőlteti rá egyik osztályra se ezt a programot, ő nagyon szívesen várja, de az osztályok vezetői döntsék el, hogy kell vagy nem. Igen. És akkor először bemutató vizitet tartottunk az urológián. Az urológia akkori vezetője azt mondta, hogy ez jöjjenek, hol, minden nap. Tehát örömmel fogadták, nagyon jól sikerült, és akkor ez szépen elkezdett terjedni, és ma mind a 14 osztályon dolgozunk a Heinpálban. Én úgy gondolom, hogy a mi munkánk nem csak a beteg gyerekeknek, meg az ő hozzátartozóinak szól, hanem a kórházi személyzet is. Tehát amikor mi megjelenünk, igen, akkor a nővérek egy kicsit fellélegeznek, hogy jobb hangulat lesz, jobban tudnak dolgozni, de csinálunk olyat is, hogy én már befeküdtem a gyerekkel, mert nem akart egyedül bementi a CT vizsgálatra, igen, és végigmentem vele a folyosón. Megkaptam én is az adbeszkötényt, bementünk, és 10 perc alatt megcsinálták a CT-t, egyébként egy óra lett volna, mert a gyerek nem akart egyedül bementi, csak akkor én. Vagy például a műtőbe megkért, hogy vigyem be. Igen. És akkor bevittem. Vagy a beöntési izét segítettük a gyereknél, uh-huh, hogy gyorsabban lezajlódjon. Ez úgy kell elképzelni egyébként, hogy nem színpadon, hanem a valós életben helyezkednek el, és uh-huh, éppen tolnak egy beteget a műtőbe, vagy műtőből, tehát zajlik az élet, miközben ők ott mozognak, és annak uh-huh, megfelelően, hogy éppen hol van szabad hely, meg lehetőség, mennek oda a gyerekekhez. Tehát, uh-huh, és közben a nővérek is figyelik. Miközben a munkájukat ellátják, uh-huh, figyeljék azt, hogy ők mit csinálnak. A többes szám, hogy dolgozunk, az mit jelent, hányan? Jelen pillanatban 5-en vagyunk. Fiúk, lányok? 3 lány és 2 fiú, és most tanul egy, még egy lány, meg még egy fiú. Hát így zárásképpen azt hiszem, hogy hát még egyszer megköszönöm, hogy jöttetek, de
készülöttök-e valamilyen gálára, vagy valamiféle jótékonysági foci meccsre mostanában? Éppen azért mondom, hogy mostanában, amikor lassan vége van a hazai futballszezonnak, ellentétben más, mondjam úgy, nyugat-európai országokkal, ahol télen is tudnak focizni, nálunk nem annyira. De hát majd a meglepetések jönnek, ami meg is történt néhány napja a Magyar Kupában is. Szóval terveztek-e valami ilyet? Igen, mindig hívnak bennünket, és mindig örömmel megyünk jótékonysági rendezvényekre is, de bármilyen más eseményekre. Gyöngyösön lesz egy ilyen 27-én decemberben, és 30-án Vásárosnaményban Bicskei emléktorna, ami ugye Bicskei Berci korábbi szövetségi kapitány emlékére évente rendezünk egy ilyen tornát nálunk. Sokat játszott az újságíró válogatottban, nagyon szerettük őt, és a fia meg a felesége fönntartja, meg hát mi is igyekszünk fönntartani az ő nevét meg emlékét, és ebből az alkalomból minden évben valamelyik városban rendezünk, ezúttal Vásárosnaményban. Akkor nagyon szépen köszönöm, mikor mész edzésre? Hát szerdán és pénteken van reggelet. Csak azért, mert azért nem csak úgy odaállunk egy meccsre, hanem nem, azért formában kell tartani mindenkinek. Azt nem kérdezem meg tőled, hogy szereted-e a cirkuszt? A jó értelembe vett cirkuszt nagyon szeretem. Igen. Köszönöm, hogy jöttetek még egyszer. Köszönjük szépen. Mi köszönjük.